Az elmúlt hét végén a szolnoki Tiszakupán léptek dobóállásba a nyíregyházi tekézők. Fintáik néhány éve nem jártak a Tisza partján, mivel azonban a Szolnok feljutott a Szuperligába, a felkészülés mellett a pálya tesztelésére is jó alkalmat biztosított a verseny. Az NTK két csapatot is indított, és bár a végeredményt még nem lehet tudni, mivel a viadal a hétvégén zárul, az egyéni eredmények biztatóak a bajnoki rajt előtt. Az A csapatnak mindenképp egy jó felkészülés volt, és hogyha hozzáteszem, hogy fában a Szlovenszki Tibor 576 fája, a Magyarorsi Peti 570 fája, míg a Szegő Levent 540 fája, és a jó magam 584 fás teljesítmény mindenképpen biztató az elkövetkezendő néhány hétre előre nézve, úgyhogy azt lehet mondani, hogy várhatóan az élmezőnyben lesz majd ez az A csapatunk. A nyíregyháziak a hétvégén a szlovákiai Nessároson a hadcsapatos Salis kupán tartják a bajnoki főpróbát. Két évvel ezelőtt nagy meglepetésre egy igen jó csapatfával sikerült végre elhódítani a Salis kupát, és tavaly szintén kellemes meglepetésre megvédeni címünket. Így azt lehet mondani, hogy elsősorban a hazaiak fennék ránk a fogukat. Mindenképpen most már biztosak vagyunk benne, hogy fűti majd a visszavágási vágy majd őket. Nem beszélve arról, hogy például a legutóbbi találkozónkon, itt a Kárpát kupán az új pályán, néhány fával, de sikerült őket megverni, úgyhogy azt lehet mondani, hogy mindenképpen a két csapat között fog majd eldőlni, bízunk benne most is a következő kupának a sorsa. Hát azt lehet mondani, hogy várhatóan a legelősebb összeállításba lépünk majd dobóállásba, bár még a Szegő Levente betegsége kérdőjeles, hogy addigra felépő, de nagy valószínűséggel ő is a csapattal tud tartani. A nyíregyháziak a jövő hétvégén idegenben a BKV előr otthonában kezdik majd a szuperligás szezont.